Sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk egy újabb hardcore videóhoz. Folytatjuk tovább utunkat, kalandunkat, és viszont, srácok. Miközben végignézzük a csodálatos naplementét, ami már igazából nem naplemente, mert már jön föl a hold, se baj. Elmondom a másnapi tervünket, tessék kérem, izgalmas résznek nézünk elébe, vagyis hát legalábbis az eleje fixen izgalmas lesz. Ugyanis elérkezett a várva várt pillanat. A várva várt pillanat, amire mindenki várt, amit mindig mindenki ír, és egyszerűen már nem bírjuk, már az, hogy elmegyünk az egyik faluba, meglátogatjuk a kis falusiakat, megnézzük, hogy mi a hézag velük, de még mielőtt nagyba belevetném magam itt a vadvilágba, és elmennék az egyik faluba, kicsit, hogy is mondjam, valamit kéne kezdeni magunkkal, hogy ne halljunk meg, mert hát ugye bár hardcore. Úgyhogy én szerintem van 4 vasruda. Mit kezdjek én ezzel a 4 vasruddal? Csöves vagyok! Igen, ezekben a ládákban igazából semmi sincs, vasrög. Na basszus. Jó, figyeljetek. Van most már 5 vasrudam. Na mi van? Kéne nekem még valami. Kis védelem. Nadrágot nem tudok csinálni. Cipőt viszont tudok csinálni. Tessék. Most már lábbelim is van. Egyedül nadrágom nincs, de remélem a falusiak fognak nekem adni nadrágot. Ha meg nem, akkor elveszem. Uha, van itt még egy vasrúd. Azt én raktam most bele. Jól van, Polla. Na, kisütök egy kis húsit. Mert ennem kéne valamit, úgyhogy szén, gyere. Ó, tök jó. Akkor ezt még hozzárakom, hogy süljön szépen, mert ezeket elviszem, hogy legyen kajám. És figyú, azt fogom csinálni, hogy amíg sül a hús, biztonság kedvéért, csak hogy tényleg biztonság kedvéért, veszek tejet a tehéntől, és megiszom, hogy biztos, hogy ne legyen rajtam semmilyen rossz ómen. És amúgy fix nincs, mert nincs oldal, de tudjátok, jobb félni, mint megijedni, hardcore-ban nem lehet bízni a véletlenekre. Úgyhogy, szia, kicsi boci! Szuper, amúgy pont szaporítani is akarlak benneteket. Gyerünk nekem itt hozzátok a gyerekeket szépen, ugye? Nagyon okosak, ügyesek vagytok. Rendben. Kiskutya, te meg maradjál itt, amíg nem szerzek csontot. Ne aggódj, már csak pár darab kell, mert hú, annyi szkeletont öltem már ebbe a Minecraft sorozatba. Valószínűleg már ki is sült a húsi-muzsi. Rendesen izgulok. Zsír. Akkor ezeket el is viszem. Na, mi kéne még nekem amúgy? Igazából semmim sincs. Hát ez a kőkard nem kell. Vaskardot viszek. Az jól jön. Kőkapa nem kell. Jó. Igazából minden olyan van itt, ami akár jól jöhet. Tudjátok mi? Ja jó, pajzsom van. Jó. Én azt mondom, hogy akkor viszek egy kis... Viszek földet, hogyha lefelé kell mennem. Nézzük meg fönt, hogy melyik van közelebb, mert ugye bár 2 falut találtunk, vagyis hát ide spónoltak mellém, de mi találtuk? Van ugye ott egy. Látjátok? Ott van egy falu. És itt van egy falu, és szerintem ez van. Igen, ez van közelebb. Úgyhogy ide fogunk menni. És szerintem innen fogok menni, mert így biztonságosabb, meg látom is, hogy mi zoom, meg merre hány méter, tudjátok. Úgyhogy így be is falazom, gyorsan ki fogom tudni ütni. És akkor legyen az, hogy szerintem... Közök kukucskálok. Hello, szomszédság! Minden rendben? Szipi-szupi! Szerintem azt csinálom, hogy egy ilyen kis hidat kéne majd kialakítanom itt is, de majd csak később. Most először is egy ilyen lépcsősi részt alakítsunk itt ki.
szépen megyünk lefelé. Tü-tü-tü-tü-tü. Hello, szín! Hogy ittyeg? Majd hazafele menet, kiütlek. Na, szuper! Nézzétek csak, milyen kis cukcsi lépcsőt alakítottam itt ki. Oké! Akkor, jó. Indul a mandula, látogassuk meg a szomszédjainkat. Na, csokolom! Én vagyok a szomszéd a hegyekbe. Mi a hézag? Hello! Oh my god, mennyi állat! Ezek nekünk nagyon jók lesznek, de nézzük csak meg, mit rejtegetnek itt a falusiak. Hát, ha van valami finomságuk, valami szép kis nadrág például, tudjátok, meg ilyenek. Csokolom! Neked nincs semmid? Kohó. Vigyük el a kohó? Jó. Kell még? Nem? Oké. Köszi. Várjál már. Menj már. Ne lökdössé már. Jeez. Ládás helyet szeretnék keresni. Valakinek nincs esetleg egy ládája. Neked van, tesó, ládád? Ha? Van ládád? Megyek, megnézem, jó? Ó, van két ágy. Szuper, nekem is van. Há, itt egy láda. Hű! Mennyi érték, gyémánt meg minden, azért egy ágyat elviszek. Hű, mennyi gyémánt volt. Basszus, srácok, azért óvatosan, mert kirabolhatnak benneteket. Ezt azért elviszem bunkóságból, mert miért ne? Úgy tűnik, eddig ez a legértékesebb. Na jó, adjunk még esélyt ennek a falunak. Menjünk oda föl. Tuti rejteget valami jót. Valami szép és jó lesz ott. Érzem előre. Érzem már, srácok. Itt van az ereimbe. Jó. Amúgy. Nem viszem el az ágyukat. Itt sincs semmi. Na jó. Menjünk fölfelé. Legalább van sok állat. Nézzük a jó oldalát. Biztos ez ilyen kiváltságos ház. Tudjátok, itt van a nagy úr. Mert itt van fönt a hegyekben. Milyen jó helyen van tényleg. Hol a bejárat? Aha. Na, most vagy soha. A legértékesebb dolog itt lesz. Hű. Ez aztán eredményes falulátogatás volt. Hogy őszinte legyek, nagyon durván kicsesztünk velük. Olyan értékeket loptam. Ja, még jó, hogy nem ütöttem meg, itt egy vasgollem. Jó, azt hiszem, akkor hazamegyek. Az értékeimmel, a gyémántaimmal. Na jó. Hát, kiraboltam őket, biztos megérezték, hogy kifosztottam őket. Tuti, 1000 millió százalék. Semmi baj, minden rendben. Értitek? Végre kimerészkedek. Nagy nehezen. Erre nem kapok semmit. Most mondjátok meg, milyen ez már. Semmi. Semmi olyan dolog nem volt, ami meg használ. Jó, kaja. De hát most... Oké. Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, ahogy szokták mondani. És ez még nagyon igaz, úgyhogy... Erre oda kell figyelni. Én értékelem a kenyeret, meg az almát, meg a krumplit. Valószínű ők azt nem értékelték, hogy elvittem őket. De figyú, kaja az kaja. Többre számítottam, gondolom ti is azt gondoltátok, hogy majd jól megszedjük magunkat, vagy legalább egy vas nadrág lenne. De nem, a seggem fázott. Viszont komposztálónk van. Meg hoztam szalmabálákat. Tök jó, nem? És hoztam még egy ágyat. Jó lenne beszínezni. Nincs valahol. Ezt meg ki kéne fákjáznom itt. Látjátok, hogy nagyon sötét. Ide be fognak simán spónolni. Úgyhogy ezt meg mindenképpen ki kell fákjáznom. Viszont feleslegesen vettem ide egy ágyat, mert ez így néz ki jól.
Vagyis hát szedtem, loptam. Ezt a rabló dolgot még gyakorolnunk kell, még amatőr kezdők vagyunk ebbe a rablós játékba, úgyhogy majd szépen lassan. Ott a másik falu. Figyeljetek, lehet, hogy a másik faluban nagyobb esélyem van találni bármit is. Úgyhogy menjünk el oda. No. Kohó. Kohót azért leteszem. Hú, nem fogunk elférni. Úgyhogy ezt fölrakom ide. Mondjuk ide. Puk. Ícsni. Nagyon szépen haladunk. Na, viszek akkor kenyeret. Krumplit. Jó lesz ez! Akkor menjünk a másik faluba. Hátha! Figyeljetek, srácok! Hátha! Én bízok abba, hogy ott talán találunk valamit. Kicsit messze van. Kicsit. De nem baj. Még jó... Hoppá! Bokám töröm. Még jó, hogy korán reggel indulunk, mert itt talán kevesebb az esély arra, hogy meghalok. Ha jól látom, ott izé, lámák vannak, nagyon menő. Csak ne találkozzunk a csúnyaságokkal, tudjátok, azzal úgy nem nagyon hútnék össze velük, ugyebár, hehehe. Könyörgöm, legyen valami ebbe a faluba? Mármint így a gagyi cuccokon kívül valami jó. Bíznom kell benne. Csak akarnom kell. Szerbusztok, tintahalak, kívánjatok sok szerencsét. Menj már odébb. Gyerünk. Megyek! Ez egy rablás! Falu rablás! Kifosztok mindent! És mindenkit! Na! Ez egy viszonylag nagyobb falu. Van templom. Melyek imádkozni, hogyha úgy adódik. Jaj, de szuki templom! Várjátok, a templomban amúgy van chest. Poti főző! Na, már megérte ide jönni. Figyú, tesó! Nem kell ez már, ugye? Hidd el, nekem nagyobb hasznom lesz. Hidd el, nagyobb haszon lesz az belőle. Itt fönt? Hát, itt fönt nincs semmi. Oké, figyeljetek, van potifőzünk, ez már valami. Ez már valami? Na, ezekben a picikben amúgy nem szokott lenni semmi. Oh, itt is van egy láda. Oh, na, ez már mennyivel kedvezőbb? Már sokkal jobb dolgokat kaptam. Szia, cica! Mi ez a sok macska? Macska tenger! Na! Van esély, hogy a kisebbekbe is találhatok ládát. Hey-ho! Itt a piac! Jújság! Csak nézelődök! Nem, itt nincs láda. Kinek van ládája? Az szóljon már nekem... Tudjátok, mit elviszem a sárga? Sárga ágy még jól jöhet. Elviszem azt a másikat is. Hát ha. Jó. Esküszöm. Esküszöm, hogy nem én voltam. Nem én loptam el az ágyat. Tényleg? Tényleg? Jó, az egyajtósokban nem lesz. Oké. Nézzük, hogy itt van-e. Á! Itt egy nagyobb. Hello! Ládát szeretnék kérni. Jézusom. Na jó, az most nem kell nekünk. Hát nem volt láda. Ünne pronto. Erre nem voltam még. Oh! Hát mik vannak itt? Mik vannak itt? Oh! Hello! Isten, két kenyér, értitek? Kenyeret kapok? Hát jó, akkor ezt elviszem. Nem kell az üst, igaz? Köszi! Köszike! Oké, okay. Ládád van? Papír. Üres térkép, papír. Hát azért adhattál volna jobb dolgokat is. Térképész asztal. Figyú, neked kell ez a térképész asztal? Látom, használod, de nem kell már, igaz? Köszi! Bye bye! Oké, amit még talán nem néztünk meg itt a dombnál. Várjatok. Itt! Ezeket! Lessük meg! Itt biztos, hogy nincs itt semmi. Nem, ezek egyszemélyesek, itt nincs láda.
Micsoda, keresek. Azért most már valami kézzelfoghatóbb tárgyakat kapok. Na nézzük itt mi van. Hello! Ez kell még? Szerintem se. Na majd én hasznát veszem, jó? Köszi! Szia! Na, viszem a szőnyeget is, jól néz ki. Ó, oh, virágcseréptartó! Dekorációnak tökéletes. Oké. Okay. Akkor. Ez nem. Hello, sziasztok! Jó, több üstöt nem viszek. De azért érdekel az a ládácska, hogy mit rejthet. Ó, smaragd! Jó, van már 7 smaragdunk. Ez azért nem rossz azért, nem rossz. Jó, szerintem ennyi volt. Elviszem még ezt. Nem értne. Ölök egy-két tehenet azért, hogy legyen husink. És utána visszamegyek. Majd még jövök vissza, mert nagy tervben van az, hogy elvigyek párat magammal, tudjátok, oda a kertbe. Jó, növényeket ültethetnének, meg ilyesmi. Úgyhogy ezeket majd elviszem. Egy-kettő falusit majd elviszek, ezt akartam mondani. Viszont most már ideje visszamenni. Biztonságban, óvatosan. Jó, eszem amúgy. Annyi kenyeret szedtem. Itt voltam? Jó, itt már voltam. Jegyezzük meg, hogy a két ajtósban van láda. Az egybe nem. Viszek egy kis cukornádat haza. Ojajajaj. Na, engedj föl! Okay, jövök már! Malacokat is kéne egyébként szereznünk. Hogy fogom én oda őket feltornáztatni? Majd kiderül. Na, óvatosan, ne törd bokád. Jól látom, hogy az ott vas. Hello! Kiszedem azt a vasat akkor még. Ha nem vár senki. Jó, akkor gyorsan szedjük ki. Ez az! Vas! Végre! Így most már tudok szettet csinálni, legalábbis remélem. Kéne még azért szereznünk vasat, mert szörnyen csövesek vagyunk. Ezt most már nem viszem el. Ujjjjjjj, menjünk föl. Most már megy le a napocska. Már nem biztonságos így. Szervusztok. Ujjjjj, kiskutya, jól látom, hogy a farkincád nagyon megy le. Gyere, egyél. Gyere. Meg, hadd nőjön meg a farkat szépen. Oké, na. Akkor menjünk be. Én azt mondom, hogy tartalmas volt azért ez a második falu. Az első nem. Ott azért csak kaját szereztünk. Jó, az se rossz, de értitek, na. De a második most egész jó volt. Úgyhogy bővült itt az ágy. Na, ez azért luxus már. És van szőnyegem is. És figyelj, lehetne ezt csinálni. Hogy ilyen kockás legyen. Na! Na nézd! Na ja! Nézd már, milyen király! Szétadom! Ijász asztalt, meg a térképész... Szerintem a térképész asztal mehetne ide az office-ba. Az úgy szerintem jól néz neki. Mondjuk ide. Ide is való. Úgyhogy két sárga szőnyeg. Mit csinálják szerintetek a kettős szőnyeggel? Majd kitalálom. Lehet, de rakjam. Pik-pik! Jó, ez itt. Az ijász asztalt viszont szerintem leviszem, mert hát ez gyönyörű. Gyönyörű! Szerintem az ijász asztalt ide rakom, hogy valami legyen ott is. Oké. Okay. Oda rakom égetni a vasat. A vasat. Egy kis kohócskánkba. Rendet kéne majd itt azért tenni. Na, elég sok kajánk lett. Azokat is azért kiégetem. Hol van? Ja, itt van. Jó. Smaragdunk is van, aminek örülök, mert majd tudunk üzletelni elvileg a falusiakkal, csak hát nyilván nem most, mert azért annyi smaragdom nincs. Égél, égél. Ó, oh, yeah! Akkor ez... Ne! Azaz! Pont meg tudtam csinálni az egész felszerelést! Na mi van? Na mi van, ha?
Jó, hát ez az arany sapka kicsit ünneprontó. Nem baj, mindegy, béna vagyok. Oh yeah! Na ez nekem nagyon tetszik. Na ez király azért, szóval, hogy tudni kell ám élni hardcore-ba, és hát ez azért az igazért, most nem is tudom eldönteni, hogy melyikbe aludjak. Most nem pihenhetsz, túl messze van az ágyad. Köszi! Köszi! Na de amit ebben a részben még el fogunk kezdeni, az, amit elkezdtünk az előző részben is, csak nyilván szerettem volna egy kicsit csináljunk más is, és felfedezzük a falukat. Tessék kérem, mint ahogy tudjátok, átmentünk a másik oldalra. Hát tényleg, itt lesz majd az enchant helyen, meg minden, csak sajnos könyvespolc nem volt a faluban, úgyhogy kicsit szomorú vagyok. Na de, mint ahogy tudjátok, itt szépen felfedeztük ezt a kis barlangot, amiben igaz, hogy nem volt igazából úgy semmi, de nagyon jól néz neki, hogyha építenénk oda valami kis házikót, tudjátok. És arra gondoltam, hogy majd hozok haza falusit valamikor, és egy falusi lakhatna ott. Szóval én ezt adnám, és nézzétek, olyan szép hidat is építettem oda. Úgyhogy ezzel szeretnék foglalkozni, hogy kezdjük el ott azért kiépíteni a dolgokat, megcsinálni a kerítést, stb. Stb. Nézzük azért a veteményes, hogy áll. Hogy áll a veteményes? Na, szépen haladunk már itt is azért, kéne majd bővíteni. És az, itt vannak az üstjeim is, azokat is lerakom, halljátok. Bár még nem tudom, hogy mit fogok velük csinálni, de lerakom. Négy van, ez dekorációnak most az elején szerintem teljesen jó. Itt a konyhában lehetne ilyen mosogatóként is egy például. Úgyhogy hova rakjam? Szerintem ide rakom. Vagy ide. Itt jó lesz, figyelj! Ide rakok egyet, és a fürdőszobába is rakok egyet, mert tudjátok, ez olyan, mint hogyha mosdokajló lenne, meg ilyesmi, tudjátok. Majd rakok bele vizet, és van kettő még, ezt majd kitalálunk valamit rá. Vigyünk egy nyírfajtót, mert ezt valamire úgyis fel kell használnunk. Üveglapokat is fel fogjuk akkor most már használni. Mik vannak itt még, ami kellhet? Zúzott kőfal, Az amúgy nem lenne rossz ötlet szerintem ott kerítésként ezt megcsinálni. Illetve viszek tölgy fa leveleket, meg nyírfa leveleket dekorációként. Csinálok akkor még ilyen kerítést, hogy ott gyorsan azzal kezdeném akkor a kerítéssel, hogy elbarikádozzuk a helyet, hogyha esetleg este is dolgoznék, akkor oda ne másszanak már be a szörnyek. Meg hát kéne fáklyázni is, úgyhogy viszek azt is mindenképpen, szükségünk lesz rá valószínű. Mennyi fákján van? 18, jó, hát figyeljétek, akkor hozok, úgyis meg oda kell raknom workbench-et. Úgyhogy majd azt megcsinálom. És mennyi fám van? Oda kéne ültetni amúgy fát. Ja, nincs fám. Úgyhogy akkor menjünk föl, és vágjunk fát. Aztán vigyünk csemetét a másik oldalra, mert jól jöhet. Szupi! Ja, mert oda kéne ültetni oda lentre is fát. Igen. Ez jó ötlet, az jó ötlet. Ezt nincs szívem kivágni, ez túl jó. Ezt viszont, nem. Nos igen, ezt még itt ki kell gondolnom részletesebben, hogy ezt mégis hogy csináljam meg, mert elmennek a teheneim. Úgyhogy majd vissza kéne őket csalogatnom, és ott is be kéne kerítéseznem, mert múltkor azt mondtam, hogy nem kell, de hogy kell, Csemetét dobjatok szépen, jó? Csemetét kérek szépen. Bányásznunk is kéne más srácok, lányok. Ideje lenne? Jó, én ezt ellopom akkor itt. Szeretnék minél több ércet majd szerezni, hogy fejlődjünk, úgyhogy majd el fogok menni valószínűleg a kövi részbe bányászni. Csak óvatosabbnak kell lennünk. Amúgy azt vettem észre, hogy ha minél többet játszom, akkor annál jobban fel tudok lazulni, már mint úgy értem, hogy annál kevésbé félek egyébként hardcore-ba. Mert bízok annyira magamba, hogy nem félek attól, tudjátok, hogy bármi pillanatban meghalhatok, mert tudom jól, hogy most már védve vagyok azért, szóval egy másodperc alatt nem fogok meghalni, és van kardom, tudok azért ütni, vágni, nem ez probléma, úgyhogy igyekszem azért így ezeket a félelmeimet így letenni, tudjátok, és akkor kimenni meg minden, látjátok, most is elmentem faluba, mindenki legyen rám büszke. Ezeket még itt kivágom, azóta dobott már csemetét a másik. Csamata!
Minden nap egy alma. Köszi az almát, abból már 5 millió van. Hú, ott van csemete. Szuper! Jó, van 2 csemete, az nekünk kezdésnek teljesen jó lesz. Akkor indul a mandula. Le. Nekem esküszöm, tetszik a híd. Tök jól megcsináltam. Büszke vagyok rá. Hello, hello, hello! Kicsit sötét van amúgy. Itt van Sanyi is valahol, tőle kicsit azért félek. Sanyi megbízhatatlan. Óvatosnak kell lennünk vele. Kiszámíthatatlan az egész. Oké, akkor itt kéne egy falat csinálnom. Viszont, ha már úgyis itt ki kell építenem egy helyet, hoznom kellett volna a földet, látjátok, ezt rontottam el. Na nem baj, akkor most ebből a földből táplálkozunk. Ki kéne itt egyenlítenem gyorsból, hogy meg tudjam csinálni ezt a kerítést. Milyen szinten legyen? Legyen ezen a szinten. Jó lesz. Teljesen jó lesz. Így. Szerintem... Aha. Jól. Figyelj. Így lesz. Aj, de közel hallom ezt az Andy-t. Nagyon ijesztő. Vele meg az a rossz, hogy bármikor véletlenül is ránézel, értitek? Dáj! Na. Oké, akkor itt még betemetem, várjatok. Megcsináltam itt a kerítés. Jó, ott nincs. Itt van valahol alul szerintem. Megcsináltam itt a kerítésrészt. Ja, itt még be kell tömnöm. Almazos gerek szépen, de zárt terület, zárt körű. Belépni csak engedéllyel. Köszönöm szépen. Látok, nagyon kicsi ez így. Mi lenne, hogyha így? Így kibővíteném. Na, szuper, akkor. Puk, puk, puk. Ó, hát ez így teljesen jó lesz. Tökéletes! Se kisebe! Jó! Na! Szuperül elkezdtük itt, ezt ki is fáklyázom. Na, szépen elkezdtük itt alakítani a dolgokat. Azt kell itt majd kitalálnom, hogy... Igen, ezt a részt kell itt majd betemetnem, mert itt szeretném a sarokba megépíteni a kis faházikót. Amit majd csak a következő részben fogok folytatni, illetve el is fogok menni bányászni, mert nem nagyon van cuccunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, szerintem egész jó résznek néztünk elébe, ugyanis elmentünk a faluba, kell majd nyilván falusít, tanácsokat várok, hogy mit kezdjek a faluval. Kommentben várom a tanácsokat, hogy mit kezdjek a falukkal, stb. Stb. Szerintem majd el is megyünk kicsit messzebb, hogy hát ha találunk még falut, mert nem lenne rossz. Úgyhogy mindenképpen majd haladni fogunk szépen sorjába. Ezzel fogjuk majd folytatni a következő részben, meg elmegyünk bányászni, és akkor utána meg majd úgy is alakul, ahogy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomtok nekem egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem vagytok, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!